vágók jelentek meg november 9-én a szerencsékos út téren, hogy folytassák a balesetveszélyes fák galjainak az eltávolítását. Az elmúlt időszakban a Városközpont átépítésének a terveinek az ismertetésekor merült fel, hogy az építkezés miatt ki kell majd vágni több fát, ami ellen a környéken lakók közül többen tiltakoztak. A polgármester hivatal osztályvezetője akkor televízión kérdésére válaszolva kifejtette. A fáknak jelentős része megmaradhat. Lesznek kivágva fák, a nagyfák közül is lesznek kivágva több, de a térnek a karakterét, a jellegét továbbra is az ott meglévő nagyfák fogják adni. Ezek köré kerülnek telepítésre dekoratív, tavasszal virágzó, ősszel színeződő lombú, alacsonyabb lombos fák és örökzöldek. A 2010. október 3-án megválasztott új önkormányzat azonban úgy döntött, hogy nem valósítja meg a Városközpont rehabilitációnak a terveit. Tóth István, a munkákat végző szerencsi városgazda nonprofit Kft. ügyvezetője megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy a szakértők vizsgálata alátámasztja, hogy a fák már életveszélyesek a járókelőkre és a téren tartózkodókra egyaránt. Ezért ki kell vágni két idősebb, száz éves kor feletti fát, és metszésre kerültek a körülötte lévő japán akácok, aminek nehéz a termése, és ennek következtében meggyengítik a gajakat, amik egy nagyobb széllökés esetén balesetet okozhatnak.